Ez a Várajai parkerdő, ez ugye körülbelül 1977-ben lett átadva, és már akkor is egy megyeszerte híres hely volt, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a 80-as években itt rendezték meg több alkalommal a megyébe, például a május 1-jéket, amikor is a környékből az összes munkahelyről, úgy Bonyhádi Zománc gyárról gyakorlatilag több ezren vettek részt, buszok jártak ide reggeltől estig, hozták az embereket, és azóta ez egy igen kedvelt kirándulóhely, mondhatom, hogy megyeszerte. Amikor kijön a jó idő itt tavasszal, nagyon sok biciklis Bonyhádról is, meg a környékből mindenhonnan érkezik, és ki lehet jönni egy-egy ilyen szép napon, hogy szinte tele van, kutyákkal járnak ide az emberek. De ez télen is ugyanúgy előfordul, mert például amikor befagy a tavunk, akkor nagyon sokan akár korcsolyázni is jártak ki. Sajnos az idők folyamán a tavak teljesen feliszapolódtak, és hát meg lehet nézni, hogy most hogy néz ki ez a gyönyörű parkerdő, mind a három tó, gyakorlatilag a kettes tavon nem látni vízfelületet, teljesen benőtte a nád. A természet által visszahódított tavakat újítja fel most a Várajai önkormányzat a topos pályázatoknak köszönhetően. A cél, hogy egy igazi turista csalogató attrakció fogadja a vendégeket itt. Most 2016-ban ugye a topos pályázatok megjelenésével az önkormányzatunk azonnal lecsapott erre a lehetőségre, pályázatot adtunk be, és nyertünk is. Top pályázat keretében végre megvalósulhat a tavainknak a kikotrása, a környék rendbetétele. Ez nagyon fontos dolognak tartom, mert a falu életében is ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a tavak végre rendben legyenek, mert nagyon sok közösségi eseményt is tartunk itt kint, akár csak kirándulni kijönnek a falu lakosság a gyerekekkel, de a falunak a nagy rendezvénye a minden évben megrendezett Kuglov Fesztivált is ugye itt szoktuk tartani. Első körben a tavakat szeretnénk kikotorni, eredeti állapotára visszaállítani, a műtárgyakat helyrehozni, renoválni. Aztán ehhez kapcsolódóan a falun keresztül folyó Várajapatak medrének a rendbetétele is a pályázatban szerepel. Ez volt az utolsó működő bánya Váraján, 1953-tól 62-ig működött. Ez a szintes rész, illetve az ezt követő lejtoknán termelték ki a szenet. Ettől fölfelé déli irányba körülbelül olyan 20-30 méterre volt még egy lejtokna, ami a szellőztetést biztosította. Az egykori várajai bányász életről az iparágat kiválóan ismerő Simon Sándor beszélt stábunknak még korábban. A bányamúzeum a falu egyik büszkesége. Itt minden megtalálható, amit egykor a föld alatt dolgozó szakemberek nap mint nap használtak. Sújtólégkalapácsok, karbidlámpák, csillék, szóval tényleg minden. És persze ott van a munka gyümölcse, a szén is. Utunkat a helyi művelődési házban folytattuk, itt ugyanis a helyi hagyományőrző csoport különleges kiállítással készült. Amit itt láthatunk, ezek a helyi alkotóknak a télen át készített munkái, tehát itt az egyik barátnőmnek, ugye az énekes társamnak a csuhé munkái.
Marika az egész húsvéti ünnepkört megjeleníti a csuhékon. Ehhez kapcsolódnak ugye a himes tojások. A várajai himes tojások nagyon régi időre tekintenek vissza, és már a jelentésüket sem tudjuk, tehát valamikor ezek a hitvilágból eredő minták. Némelyiknek még tudjuk az elnevezését, tehát híresek a gerebjés, a tyuklábmintás, a récetalpas, a kastarés. A jelentésüket már nem ismerjük, úgyhogy mindenki egy kicsit mindig változtat rajta, hogy mindig szebbek és szebbek legyenek. A gyöngygalérok, amik láthatók, ezek a várajai viselethez tartoznak, tehát ezeket óhatatlanul készítjük, mindig előkerülnek régi ruhák, amihez új gyöngy kell, illetőleg új ruhákat varatnak, népviseleti ruhákat a lányoknak, asszonyoknak, és azokhoz egy kicsit már másabb ízlés szerint készítjük el ugyanazokkal a technikákkal a gyöngygalérokat, mint amiket régen is viseltek a lányok és az asszonyok. A festményekről azt szeretném elmondani, hogy az idén Hucker Ferenc, nagymányoki illetőségű, de régóta Szekszárdon élő festőművészt hívtuk meg. Őneki a munkáit nagymányoki kiállításokról jól ismerjük, és hát őneki nagy ismerettsége van Várajján, úgyhogy örült, hogy meghívtuk, és mi nagyon örültünk, hogy elhozta a képeit. A patchworkezésről el kell mondani, hogy szintén az egyik gyöngyfűző társunk pár éve elkezdett a patchworkkel foglalkozni, és az idén sikerült rábeszélni, hogy ő is állítsa ki a patchworköket, mert azt gondolom, hogy itt ebben a kiállításban helye van. A szőttesek, azok, hát ugye Várajján is ugyanúgy, mint a Sárközben, nagyon híres volt a szövés, minden magyar házban volt szövés. A németeknél nem lehetett otthon szőni, a fonalat elkészíthették, de nekik el kellett vinni a takácshoz a szőnivalót. Most ez azért volt érdekes, mert az elkészült takács szőttesek mintájára a várajai magyar asszonyok is készítettek hasonló szőtteseket otthon. Na most ez még nem látszik a kiállításban, mert a régi várajai szőttesek még nem kerültek fel újra tanulásra, hanem a tanfolyamon tanult munkákat hát hozták el a kiállítóink.